Ez az M9-es autópálya tervezett nyomvonala. Szaggatott vonalra lehet látni a gyorsforgalmi út korábbi nyomvonalát. Az új terv alapján azonban az út elkerülné Szekszárdot, Dombóvárt és Bonyhádot is. Kaposvárról Pécsen keresztül lehetne eljutni Szeged felé. A tanácskozáson az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára is részt vett, aki azt mondta, a beruházás egyelőre a tervezés szakaszában van, és még nem dőlt el, merre halad majd az új stráda. Az esetleges Szekszárd-Dombóvár-Kaposvár út kapcsolatról azután születhet döntés, hogy egy gazdasági tanulmány megvizsgálja ennek a előnyeit, hátrányait. A kormány azért döntött az útépítési program gyűrű irányú elemekkel történő kiegészítése mellett, hogy az egyes térségek, megyeszékhelyek, ipari körzetek között ne csak Budapesten keresztül lehessen közlekedni, hanem gyorsforgalmi utakon máshol is, tette hozzá Mosóczi László. A gyorsforgalmi útnak gazdaságélénkítő hatása is lenne a térségben, ezért a városok közös érdeke, hogy minél hamarabb, és az eredeti nyomvonalon valósuljon meg a beruházás, mondta Horváth István országgyűlési képviselő, a tanácskozás egyik szervezője. Már a korábban közel 20 éve megállapított Tolnamegyére vonatkozó M9-es nyomvonal, illetve a Bács-Kiskun-Csongrád megyei nyomvonal, az újra felül legyen vizsgálva, és visszakerüljön a térképre. Mert úgy ítéljük meg, hogy ez a kelet-nyugati mozgásban ez lenne a legoptimálisabb, és a térségünkben élő polgárok, illetve vállalkozások számára ez lenne a legmegfelelőbb, ebbe egy konszenzus alakult ki. A megbeszélésen több megye országgyűlési képviselője, az érintett települések polgármesterei is jelen voltak, akik céljukról egy közös politikai nyilatkozatot fogalmaztak meg. Horváth István azt mondta, az illetékes minisztérium államtitkára nyitottnak mutatkozott az együttműködésre és kérésük figyelembevételére.